November első hetében átlépte a 300 ezret a kisadózó vállalkozások tételes adóját választók, ismertebb nevén a katázók száma. Ez azt jelenti, hogy már majdnem minden harmadik cég ezt az uniós szinten is példaértékű adózási módot választja. Köszöntöm a stúdióban Magyar Norbertet, a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sajtóreferensét. Jó estét kívánok! Kezdjük csokolom! Minek köszönhető ez a népszerűség a katát tekintve? Az idei év január 1-től egy fontos változás lépett életbe. Ez azt jelenti, hogy a kata bevételi érték határa 6 millió forintról 12 millió forintra nőtt, tehát kiszélesedett, sőt duplájára emelkedett az a kör, aki igénybe veheti ezt a katás adónemet az idei évben már, illetve az egyéni vállalkozók mellett ugye az ügyvédi irodák is beléphettek ebbe az adózási nembe, valamint ugye itt még 8 millió forint alatt áfa alanyiságot is élvezhetnek, illetve akik esetlegesen a 12 millió forintos értékhatárt, bevételi értékhatárt megharadják, azok, hogyha a 40%-os különadót megfizetik az e fölötti érték résznél, akkor természetesen ők is igénybe vehették ezt a katás befizetési lehetőséget. Nagyon sokan választották 2018. január 1-től nálunk is, hiszen az akkori állapot 9000 katás vállalkozást mutatott a rendszereinkben, most pedig 11500-an vannak már ezek a vállalkozások, tehát mintegy 27%-os növekedéssel számolhatunk, úgyhogy elmondható, hogy igen, népszerűvé vált az idejében. Mi a lényege magának a katának? Ebben a vállalkozási formában, hogyha valaki főállású vállalkozóként lép be, akkor havi 50 ezer forint tételes adó megfizetésére kötelezett, és ezzel minden terhét le is tudta. Hogyha pedig valaki főállás mellett másodállásban kívánja ezt a vállalkozási formát választani, és katás adózást választ, akkor 25 ezer forint tételes adó fizetésére van lehetősége. Ez igen kedvező a vállalkozásoknak, hiszen itt a könyvelési problémákon túl az egyes járulékok megfizetésével sem kell bíbelődniük, hiszen hogyha minden hónap 10-ig teljesítik ezt az adóbefizetési kötelezettséget, akkor eleget is tettek minden nemű vonatkozásuknak. Ez azt jelenti, hogy nincs más teendőjük az adott hónapban a bevételt illetően. Mindez azt jelenti, hogy rendkívül egyszerű maga ez a forma, de mire jogosít fel? Hiszen ez a bizonyos összeg 50 ezer, illetve 25 ezer forint, ugye elmondtuk, hogy minden egyéb adózási adónemet helyettesít, illetve járulékfizetési kötelezettség is egyben. Mi az, amire feljogosít? Természetesen a vállalkozásoknak nem csak a járulékfizetési kötelezettségük teljesül ezzel kapcsolatosan, hanem ugye a biztosítási jogviszonyuk is megvan, illetve a későbbi nyugdíjjárulékfizetésükre is lehetőséget kapnak, hiszen itt az idejében 90 ezer forintról 94.400 forintra emelkedett a nyugdíjjárulékbiztosítás lehetősége, illetve a kisebb összeg befizetése esetében jellemző ez a 25 ezer forintos tételes megfizetésnél, az 50 ezer forintos tételes adó megfizetésénél pedig 150 ezer forintról 158.400 forintra emelkedett ez a nyugdíjellátási alap. Nagyon sokan azért nem választották korábban ezt az adónemet, mert ugye kevésnek találták ezt az ellátási alapot, amely a későbbi években nem alapozza meg megfelelően a nyugdíjjárulékokat. Természetesen lehetőség van az idejében is arra, mint ahogy korábban is volt, hogy akár ettől is magasabb tételes adó fizetése mellett még magasabb járulék alap keletkezzen. Itt pedig konkrétan arról van szó, hogy ha valaki 75 ezer forintot fizet havonta, akkor még inkább emelkedik a későbbi ellátási alapja. Milyen egyéb lehetőségek vannak az adózás tekintetében a katán kívül? Ugye ez most az egyik legnépszerűbb, ezt elmondtuk, de ha valaki mégsem ezt szeretné választani, akkor van-e valami más? Ugye adószámos magánszemélyként is végezhetők bizonyos tevékenységek, itt a TAR tevékenységi körben van meghatározva, hogy pontosan melyek azok, amelyekhez nem szükséges kiváltani vállalkozást. Tehát úgymond magánszemélyként, adószámos magánszemélyként végezheti, és természetesen a bevallásában szerepelteti a jövedelmet, illetve egyéni vállalkozóként is folytathatja ezt a tevékenységet, de azt kell, hogy mondjam, hogy az idei tapasztalatok alapján is talán ez a katás adó nem az, amelyet a legtöbben választanak, amely a legnagyobb érdeklődésre tart számot, hiszen, mint már említettük, itt a legkedvesebb az adminisztrációs teher, és pontosan figyelemmel tudják kísérni a befizetéseiket az adózók, valamint most már arról is kapnak tájékoztatást, hogyha esetlegesen, ugye a korábbi években, hogyha valakinek 100 000 forintot meghaladó adótartozása volt,
akkor automatikusan kikerült ebből a rendszerből, hogyha az év végét tekintve ez a tartozás felhalmozódott. Most már azonban lehetőség van arra, hogy amíg ez a határozat jogerőre nem emelkedik, és valaki rendezi ezt a tartozását, akkor benne maradhat ebben az adózási formában, és így nem kell attól tartania, hogy kiesik belőle, és a következő évben már nem választhatja. Magyarul az, akinek a 12 millió forintot nem haladja meg az éves bevétele, annak mindenképpen érdemes ebben gondolkodni. Így van, sőt, hogyha 8 millió forintot nem haladja meg, akkor még inkább érdemes ebben gondolkozni, hiszen akkor már az áfa alanyiságtól is mentesül. Ez az adózási forma mit jelent a NAV számára? Akár ellenőrzésben, vagy az adóbevallások bekérése tekintetében egyszerűsíti a NAV munkáját? Nyomonkövethetőség szempontjából mindenképpen egyszerűbb a Nemzeti Adó és Vámhivatal számára is, hiszen ugye elektronikusan történik ezeknek a regisztrálása, valamint a nyomonkövetése és a kiértesítésük is. Ugye az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket sokkal könnyebben tudjuk mi magunk is akár értesíteni, akár ellenőrizni, akár minősíteni, hiszen itt nagyon fontos, hogy ugye ezeket az adózókat folyamatosan negyed évente minősítjük is. Természetesen a katás vállalkozások között nagyon magas azoknak a száma, akik pozitív, vagyis megbízható adózói minősítést kapnak. Ez azt jelenti, hogy ezek az adózók, ha esetlegesen valamilyen fizetési mulasztást követnek el, akkor nem bírságoljuk meg őket automatikusan, hanem egy felszólítást kapnak arra, hogy milyen hiányosságokat, milyen mulasztásokat követtek el az elmúlt időszakban, illetve lehetőséget kapnak arra, hogy ezt kijavítsák mulasztási bírság nélkül vagy adóbírság nélkül. Magyarul itt mondjuk egy adóellenőrzés annyiban merül ki, hogy határidőre befizeti-e minden hónapban a vállalkozás ezt a bizonyos összeget. Az utóbbi időben, és most egy kicsit más téma következik, az utóbbi időben bizonyos csalás sorozat indult el interneten, e-mailben. Beszélne erről egy pár szót, hogy mire figyeljünk oda? Nagyon sok adózótól kaptuk azt a visszajelzést, hogy különböző csalók keresik meg őket a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, adóvisszatérítés reményében. Azzal kecsegtetik őket, hogyha megadják egy bizonyos honlapon, e-mailben kapják ezeket a megkereséseket, ha megkapják egy bizonyos honlapon, megadják azokat az adatokat, amelyeket kérnek tőlük, akkor magasabb adóvisszatérítésre számíthatnak. Nagyon fontos és leszögezendő, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem e-mailben értesíti az adózókat semmilyen formában, hiszen az adó visszatérítésekkel kapcsolatosan az ügyfélkapunk keresztül tartjuk az ügyfelekkel a kapcsolatot, és soha nem kérünk bankkártya adatokat. Tehát akik ilyennel találkoznak, azok tegyék meg, hogy vagy tájékozódnak a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, vagy az ügyfélszolgálaton, akár személyesen be is telefonálhatnak, vagy pedig mindenképpen kerüljék el ezeket az e-maileket. Talán arról is hasznos beszélni pár szót, hogy egyáltalán kik azok, akik adó visszatérítésre jogosultak lehetnek. Akik személyvédelmi adó bevallást benyújtottak, és ugye határidőben teljesítették a bevallásukat, a befizetésüket, azok a bevallás benyújtásával egy időben már a visszaigénylést is láthatták, hogy pontosan mekkora összeg keletkezett a számlájukon, illetve mennyit igényelhetnek vissza. Nagyon ritka az az eset, amikor előfordul, hogy valakinek túlfizetése van valamilyen más adónemből, és nem tájékozódik róla. Mindenképpen kapnak egy értesítőt az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek az ügyfélkapujukra, akik pedig nem, azok pedig postai úton levélben kapják meg a folyószámla értesítőket, amelyben tájékozódhatnak arról, hogy pontosan melyik adónemben milyen jellegű túlfizetésük van, és ezt csak is egy 17 elnevezésű nyomtatványon tudják megtenni. Addig nincs lehetőség erre, amíg ezt az adózó ki nem tölti, és ő maga nem nyilatkozik arról, hogy kéri ezt vissza. Tehát a Nemzeti Adó és Vámhivatal önmagától nem fog bankszámlára, vagy akár bankkártya adatok alapján utalni adózóknak. Például a katások ebben azt hiszem, hogy azonnal észlelhetik, hogy itt valami nem stimmel. Így van, hiszen az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek folyamatosan nyomon követhetik a folyószámlájukat. Hogyha bejelentkeznek az ügyfélkapura, akkor természetesen más adófolyószámlák mellett akár a vámtartozásaikat is folyamatosan nyomon tudják követni, meg tudják nézni, le tudják ellenőrizni, és természetesen ott lehetőség van ezeknek a kéremeknek a benyújtására is. Magyar Norbert, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt most. Én is köszönöm.